A kapustól a balszélsőig szinte mindenki távozott az elmúlt 5 évben, kellő szponzori háttérrel rendelkező megyei élcsapattá, mi több bajnokcsapattá váló Tolnai VFC-nél. Ez példátlan, nincs más tenni, irány a megyei másodosztály a visszalépés. Úgy gondoltuk, hogy ezt így, ahogy most ami a megye egybe történik, nem ezen a módon nem kívánjuk tovább csinálni, hanem szeretnénk, ha a tolnai fiatalok, akik itt a környező településeken fotballoznak, többnyire ugye megye kettőben, ezek szépen hogy visszaszivárognál, és újraépítenénk a csapatot helyiekből. A vezetőség meghatározó tagja nyíltan nem mondta ki, de plasztikusan fogalmazva sugallta, a jövőben nem óhajtanak máshonnan érkező úgynevezett zsoldosokat havi 50 000-től 150 000 forintig dotálni a fociért. Ezt a pénzt, aminek szerinte 80%-a most is rendelkezésre áll, a közhiedelmektől eltérően, élethelyzetüket tekintve rászoruló tehetséges fiatal gyerekek támogatására, továbbá utánpótlásuk magasabb színvonalú kiszolgálására és a tolnai sporttelep további szépítésére, csinosítására kívánják fordítani. Bár elgondolkoztatja az a tény a tolnai VFC vezetését, hogy hiába nevelte ki az elmúlt 5-6 évben több tucatnyi jó játékost, a szabadrablás létezése miatt az alacsonyabb osztályokban ebből semmit sem profitált a tolnai foci. Két korosztályunk is, ami nagyon szépen kinevelődött, tulajdonképpen edzőstől komplett eltávoztak. Tehát ott keletkezett egy űr. Igazából nem látom, hogy majd vala ezek a gyerekek ide vissza fognak kerülni valamilyen állapotban fotballozni hozzánk, akik innen elindultak. Tehát körülbelül az elmúlt 3-4 év során mintegy 40 gyereket igazoltak el innen tőlünk, tehát egy igazán nagy kitermelők voltunk. Na most ezt a jövőben ingyér nem kívánjuk csinálni. Egy csapatra való játékos távozott, többek között a nagy célokat maga elé tűző Majosra, Gerjenbe vagy éppen Bölcskére. De nincs pánik, a változás hírére sokan jöttek vissza egykori tolnaiak. Például a szintén a játékosokat nem dotáló Fadról, és a félprofivá váló Gerjenből is. No és a megyei kettes folytatáshoz lehet meríteni a megszűnt Tolna Bogyiszlóból, ami csak nem teljes egészében tolnai játékosokból állt. Jelen pillanatban azért döntöttünk a megye kettő miatt, mert úgy gondoljuk, hogy az új alakított, újjá szervezett csapatunknak a játék ereje ez az optimális. Indulhatnánk megye egybe, hiszen jogunk van, ellentétben azokkal a csapatokkal, akik úgymond megveszik a pozíciókat. Mi tulajdonképpen indulhatunk volna, de úgy döntöttünk a vezetőségben, hogy szakmailag annak nem lenne most értelme, hanem inkább nyerjük meg a megye kettes bajnokságot, erre fogunk. Ez az a célkitűzésünk. Nem blamait tolnának a megye kettő? Szerintem nem. Már csak azért sem vizionált tovább Vince Károly, mert akkor, amikor 3 éve megyebajnokok lettek, akkor sem növekedett a nézőszám, nem jöttek újabb szponzorok a csapathoz. És volt bizony fanyalgás, hogy nem tolnaiak fociznak a csapatban. Az ideiglenes megbízott edző Izsák Géza garantáltan echte tolnaiakból álló csapatot rak össze az augusztusi rajtra. Jelenlegi keretben én már mindenkinek voltam az edzője, és ismerem a képességeket, tudom nagyon jól, hogy mire képesek. 5 játékost már igazoltunk Fadról, a keret tovább fog erősödni még. Még az is előfordult, hogy a megye egyes keretből is lesznek itt maradó tolnai kötődésű játékosok. Létszámában feltétlenül megvannak a tolnai VFC-nél, nincs gond az edzés látogatottsággal sem. Az elkövetkezendő edzőmeccsek már jelzésértékűek lesznek. Ennek a tényleg tolnaiakból álló csapatnak hol a helye a megye kettőben?